Következő lépésként a bemenetekkel fogunk megismerkedni. Kezdjük avval, hogy elnevezzük bemenetnek ezt a projektünket. Így aztán könnyen megtaláljuk később, hogyha bármit szeretnénk rajta módosítani, vagy tovább akarjuk alakítani. És az első lépésünk az lesz, hogy ezt a két fület, amelyik itt van, az indításkor meg az állandóan fület, fogjuk és kihajítjuk. A mostani programjainkhoz ezekre nem lesz szükség. Mit jelent a bemenet? A bemenet az azt jelenti, hogy meg tudjuk mondani a mikrobitnek, hogy csináljon valamit, ha valami történik. Az első alkalommal ez az lesz, hogyha az A gombot lenyomják, akkor mondjuk írja ki azt, hogy szia, és hogyha a B gombot lenyomják, akkor írja ki azt, hogy viszlát. Azt láthatjátok, hogy amikor ezt ide teszem, akkor ilyen szürkébé válik. Ez amiatt van, mert hogy most mind a két utasítás az A gomb lenyomására vonatkozik, ami természetesen hibát jelez. Nem lehet egyszerre két dolgot is megadni, hogy mi történjen, ha az A gombot lenyomjuk. De ha ide kattintunk, akkor könnyedén át tudjuk állítani arra, hogy a B gomb lenyomásakor történjen valami, és akkor írja ki azt, hogy viszlát. Ki is próbálhatjuk rögtön itt a szimulátoron, hogy hogyan működik. Lenyomtam az A gombot, kiírta, hogy szia. Lenyomtam a B gombot, kiírta, hogy viszlát. Még azt is megtehetem, hogy történjen valami akkor, ha az A és B gomb van egyszerre lenyomva, akkor írja ki mondjuk azt, hogy jó napot. Ugye itt a szimulátoron nem tudom egyszerre lenyomni az A meg a B gombot, ilyenkor itt megjelenik egy plusz kis gomb, ami akkor olyan, mintha megnyomtam volna mind a kettőt egyszerre. Még egy negyedik dologgal is megismerkedünk, az pedig, hogy rázásra történjen valami. Ez szó szerint valóban azt jelenti, hogy megrázzuk a mikrobitet, a benne levő gyorsulás érzékelők érzékelik azt, hogy itt megráztuk, és mondjuk például, ha megrázzuk, akkor írja ki azt, hogy ne rázzál. És ezt itt ki is próbálhatjuk. Itt, hogyha erre a shake-re kattintunk, az olyan, mintha megráztuk volna a kis mikrobitünket. Ugye, az is látszik, hogy mindig csak akkor kezdi el kiírni a következő dolgot, hogyha az előzővel már végzett, ahogy ezt itt is láthatjuk. A feladat legyen az, hogy készítsetek egy olyan programot, ami az A gomb lenyomásra a vezetékneveteket, a B gomb lenyomására a keresztneveteket írja ki.